olimpiai bajnok, ezüstcipős, örökös magyar bajnok csatár, aki hosszú éveken keresztül nehezítette meg az Újpest színeiben a rivális védők életét. A lilafehérekkel a nemzetközi porondon VVK finálét is játszott. Visszavonulása után edzőként Spanyolországban és itthon is jelentős sikereket ért el. Ő Dunai Antal, az egyetemes labdarúgás 80 éves legendája. Akar valaki lenni Messi vagy valami? Persze, hát azért, de melózni is kell. Itt a hátam mögött ebben a házban, hát itt születtem a házban. Az édesapám az egy paros családból származok, ugye, és hát ő egy főnöveléssel. Az édesanyám a konyhákkal, illetve voltak itt napszámosok, de nem ingyen, hát azokat el kellett tartani. Itt ebédeltek, vagy illetve mert ugye tanya is volt. Volt anyánk, ami hát nem tudok oda találni, már meg már nincs is, meg szerintem már lebontották. Nagyon közel volt a határhoz a anyánk, tehát hogy mondjam, itt kellett, sokat kell dolgozni, tehát nem lehetett agyálni, de meg volt mindenünk. Az édesanyám egy nagyon kemény hölgy volt, ugye, a papa meg ellenkezője, csendes volt. Megmondom, hogy néha nem viselkedtünk nagyon jó, de főleg én. Nem az, hogy mit tudom, mit csináltam, vagy csúnyán beszéltem, vagy valamit, csak valamit. Hát én kaptam egy-két fülest is. Elkéve kellett gazolni, ugye, a között. Volt a lugas, például a szőlőlugas, hát meg ilyen magasak a iszék, a szőlő, meg magasabbak is. Én a fiatalabb a lovaknak a kantárját fogtam, és vezettem, hogy nehogy elmenjenek jobbra vagy balra, mert akkor viszik a iszét is minden. Bátyám még fogta az ekét. Aztán jött az aratás. Jött a cséplőgép, azt kellett hozatni minden, kévékbe összekötözték, mi még szedtük össze, leraktuk egy helyre keresztbe mindent, fölépítettük, hogy majd a szállításnál legyen. Nagyon fiatal voltam, 7-8 éves, talán még 6, és mivel szembe laktunk a túlfelén a templomban, azon kívül a családom, az őseink, tehát mind vallásos emberek voltak, és hát én, mint a legfiatalabb, ugye, hát nekem is nem kötelező volt, de a szüleimet ugyanúgy kísértem ide a misére, aztán itt a templomba ministráltam. Délbe, meg este, de főleg a 12 órát, azt én harangoztam itt. Nagyon érdekes volt, ugye, hát most már az is automata dolgok vannak már, ugye, abban az időben itt 4-5 ilyen kötél lógott, hát 2-3 méter magasságban a plafonról, ugye, lefelé, azon kellett hát húzogatni és szólt, és annak a megállítása is volt egy technikai dolog, ami eleinte nem ment, hát fiatal voltam, ugye, a megállításnál, ami nagyon döntő volt, hogy nem lehet, hogy utána még kong egy jó párszor, mert az tüzet jelent. Úgyhogy aztán ugye gyakoroltuk is az igazság, tehát amikor húztam le, nyomom, utána amikor meg kellett állítani, amikor engedtem már föl, akkor felugrottam, amennyire tudtam, belekapaszkodtam, fölvitt engem a maga, ugye, a harang megállítására, egyet még kongott, és utána megállt. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy szentetesi meg a te neved, jöjjön el te országod, bá, horvátul. A csenáskó eszina beveszi szféti szeimet, vagy a prigyik rá eszet, vagy a budi valettavel kakku, ne nem utálkodj az emi. És akkor hát még van egy-kettő, de ezek a főbb. Ez a kitelepítés úgy volt, hogy adtak egy bizonyos időszakot, hogy menni vagy itt, egy más helyre menni, vagy ahova akarsz, oda mész, ahova akarsz, de kitakarodj volt. Szomorú, inkább azt mondanám neked, nagyon szomorú. Hát ha neked itt, ahol születtél, azt mondják, hogy már hónap, még ha fiatal vagy gyerek, vagy kicsi gyerek, hogy el kell, amit megszoktál. Több helyen laktunk, nem tudtunk elmenni, a temető mellett, az ugye egy másik oldala van ennek, oda szerzett az édesanyám, hogy befogadtak. Egy nagy ház volt, de nem egyedül, ott laktak mások is. Hát mi voltunk, azt mondja, 4-en, és még 2 nagymapa, nagypapa is jött velünk, tehát voltunk is. Hát ott volt, hogy egy szobában 3-an a férfiak laktunk meg minden.
Aztán kicsit jobban alakult, hogy a bátyám révén dolgozott, a papa segédmunkás, valami volt egy kis idő, aztán egy romos házat vettünk itt. Úgy tanultam az iskolában, hogy a konyhában, ahol tanultam, a plafon alá volt támasztva egy fából készült, hát most minek mondjuk deszka vagy valami, mert máskülönben a fejemre esett volna a háznak a plafonja. Hát ugye voltunk első osztályosok, akkor voltunk hány évesek? 14, 15, nem is tudom. Mert érettségiztünk 61-ben, 57-től 61-ig. Így van. Amikor középiskolás bajnokság volt, meghívtak mindenkit, agyonra vertünk, ilyen 8-10 góllal vertünk meg, olyan jó volt az osztálycsapat. Nem hiszem el, hogy valahol létezett még középiskolás korban ilyen összeszedett társaság, ahol ennyi jó futballista volt. Fönn az emeleten, az iskolának a folyosó végén voltunk mi, a fiú osztály, a nejemék meg az első, és akkor adtuk a fülest egymásnak, amikor valami olyan dolog volt. Lányok mondták nekünk, meg rajtam keresztül, én meg vittem a hírt a lányoknak. Ezekkel a horvát nyelv, meg német nevekkel, ugye ebben voltak német nevek is, és sportnevet kellett felvenni, ajánlották. Föntről, nem magunktól találtuk ki. Ugye bajaiak voltunk a Duna mellett, mivel Dujmov néven volt nekünk a családi nevünk, hát Duna így, nagyon jó hangzott. Így lettünk valahogy a dunaiak, együtt játszottunk a csatársokban 3 évig. Az se volt egy utolsó két testvér, azért együtt játszanak a csatársok belül, és elég jól játszottunk, ugye? Hát akkor Dunai 1, Dunai 2. Leguri középre, Dunai 2, félfordulata, lő gól! Nagyszerű akció, csodálatos gól! Hogy itt vagyok, hát őszintén megmondom, hogy ugye így körbenézni nagyon rég voltam. Jó volt a meccseken, itten, ugye van nekünk egy szektorunk ott a legendák. Mai napig is akármilyen idős is szerette futballt, lehet még 100 éves is, de mindig azzal kezdi, hogy Fazekas Görös Bene, Dunai 2, Zámbó. Ott van azonban Fazekas Görösi alatt a pazar szöktetés előre, Dunai 2 visszagulít, Bene, lő is gól! Óriási, nagyszerű gól! Jó, én még hozzátenném, hogy akkor ugye volt egy Nagy Laci, aki már ott volt mögöttünk, Tóth Andris. Ferikém! Hát átölellek, te! Hát mi van, gyerünk, kellene menni edzeni, te! Szevasz! Szevasz, szevasz! Nagyon sok élményünk volt, ugye? Hiányzó, de nagyon. Hétközben edzésen fönt, ott legfölül, ott nem tudom most mi van pálya, ott volt egy pálya, mert ott szoktunk, ott egyérintőztünk, és egyérintőzésnél jött a labda, és így felugrottam, és továbbítottam, belenyilalt. Leestem, úgy hoztak be. Nem tudtam hónapokig játszani, nem tudták, mi a bajom. Balesetkórház, BM kórház, sportkórház, maszek, mindenhol voltam, nem tudták, mi a bajom. Pécsre onnan jöttem, oda mentem, ott egy idősebb sebész, aki besegített a pécsi dózsánál. Ott jó, azt mondja, nem lát, nincsenek olyan gépek, meg nem mutatja ki. Tehát egy kis nyisszantás, lesz egy kis operáció. Megcsinált az operáció, azt mondta, hogy be volt szakadva valami. Na, utána rendbe jöttem, meg minden, aztán megint becsípődött. Sokszor volt, hogy kezdtem, Baróti volt az edző, kezdtem a mérkőzést, tudtam játszani, és akkor utána egyszer csak egy rossz mozdulatnál becsípődött, csere. Így ment. Nem is tudom, hogy tudtam 20 évet játszani. Fazekasnak volt egyedül menő kocsija volt neki, mert ő az apja, meg minden, ő nagyon kocsis volt, minden. Nekünk csak ilyen, hát ezek a Fiatok voltak, ezt akkor lehetett itt Magyarországon venni, tudod? És akkor itt megálltunk, itt ez mögött, itt a fák alatt volt nekünk a félretéve a parkoló, azt a mind. Fazekas mindig az utolsó percben jött, mert mindig még tisztogatta. De pont bejött mindig pontosan egy perccel előtte, de nem lehetett megbüntetni őt. Én
Délután fél három magyar idő szerint reggel fél hetet mutat az óra. Kezdődik a Magyarország-Csehszlovákia olimpiai labdarúgó döntő. 64-ben ott voltam az olimpián, úgy éreztem én, a mai napig is nekem az egy kicsit fájó, hogy mondjam. Úgy érzem, hogy megérdemeltem volna, mert selejtezőket végigjátszottam, gólokat rúgtam. Tehát benne voltam, hogy kijutottunk a 64-es olimpiára, viszont nem játszottam. Öten nem játszottunk, ezért nem vagyunk olimpiai bajnokok. Na mindegy, ez már úgy jön. De megjött a 68 Mexikó. Előreadás Dunai felé, Fazekas kapja a labdát. Jó volt, gyerünk, Juhász Pista, induljunk be! A döntőbe, hát meg kell mondani őszintén, hogy nem bírták elviselni a vereséget, ugye? És hát mindenáron meg akartak bennünket verni, de elég jól játszottunk mi is. És hát szerencsére végül is, ha jól tudom, két gólt rúgtam azon a mérkőzésen, és megnyertük a mérkőzést. Gól! Gól! Rá az elsőre, a második, bravo Anti! Nagyon nagy ünnepség volt az edzőtáborban. Összeálltunk ott, ugye jöttek a mexikói zenészek, ugye a Guantanamera ment a dolog, nagyon énekelték, ugye, és körbeálltunk, ugye, hát a Páncsics Miki, egy falubeliek vagyunk, a Páncsics Miki, ő szervén horvát vagyok, úgyhogy hát ugye még anyanyelven beszéltük a dolgokat, a nyelvet, és hát ugye egy-két olyan nótát tudtunk, hogy a hasonló, mint a csárdás, hogy kettőt jobbra, kettőt balra. 72-ben ugye Münchenben egy terrortámadás volt, ami hát nagyon megbégezte az olimpiát. Figyeltük, hogy mi lesz, nem tudtuk, hogy mi lesz. Arról beszéltek, hogy elmarad minden, vége a dalnak, ugye, és döntő előtt álltunk. Lecsendesedett a dolog, és hát tudtunk játszani még a döntőt. Hát végül is ugye nem sikerült az aranyérmet megszerezni, csak ezüstérmet szereztünk meg, de hát az is jobb, hogy most semmi, bár át a mérkőzés nekünk. De jól játszottunk pedig minden, úgyhogy de valahogy a lengyelek annyira meg akartak bennünket verni. Magyar bajnok voltam, gólkirály voltam, és nem voltam válatott. Nagyon szerettem volna lenni, így készültem egész életemben, mikor még kisrác voltam. Mivel csatár voltam is általában, akkor ugye úgy mondták, hogy bal összekötő vagy jobb összekötő. A jobb összekötő 8-as volt, a 9-as a centerre, most is van, de most már ugye különböző számokkal lehet játszani. Nekem a 10-es volt, mert az egy kedvenc számom volt, és hát meg is kaptam, meg még a bal összekötőn is játszottam, mint a korábbi nagy menők, ugye. Hát nagy öröm volt, és megmondom őszintén, amikor itt öltöztem, meg minden, meg előtte edzőtábor volt, vagy mondjam, belül egy kicsit ugye drukkoltam minden, hogy szeretnék jó játszani. Kicsit fájó dolog az, hogy ugye hívott a Kubola a Barcelonába. Nem tudom, hogy profinként mit tudtam volna nyújtani. És nem az, hogy ott más világ van, és nem az anyagiak, hanem hát játszani egy Barcelonába, vagy egy középcsapatba, Nyugat-Európába, tehát vagy Németországba. Murcia, hát nagyon szerettek itt, ővelük voltam 3 évig, NB1-ben bennmaradtak, itt volt a Kubola edző, ő ajánlott engemet, mert ő elment. A csapat eléggé rossz pozícióban volt, kiesésnél volt, szerencsém volt, sikerült megtartani, hát most is tartom a kapcsolatot, és akkor ilyenkor mondom, hogy mi a helyzet, ők is mondja, hát nagyon nem az a régi helyzet van, mikor együtt voltunk, mondja, a játékosok mondják, figyelem egy kicsit, mert most harmadosztályban vannak, egy Murcia közönség volt, 40-50 ezer ember. Most volt a Fradinál a Betis, volt ex-csapatom, ugye, és hát megmondom őszintén, hogy nagyon jól esett, hogy emlékeztek, holott már nem azok az elnök, nem az elnök, hanem sokkal fiatalabb, aki még, hát akkor nem tudom hány éves volt, de hát már látott bennünket játszani, de elég, hát ő tudta. És nem felejtettek el, és ezt a plakettot kaptam tőlük a szállodába, és összejöttek, mert jött velük másik külön repülőgéppel szurkolók is, azok is körbeálltak, szóval óriási élmény volt, hogy ahogy beszéltek, és a Gordillo, az a válogatott játékos, nekem játékosom volt, majd elment a később, utána elment a Madridba játszott, és hát én volt talán világbajnok is volt, azt hiszem.
Jó volt egyébként az egyetlen, a sok idézőjelbe szerencsevadász meg menedzser között, aki nekem konkrét ajánlatot hozott a Betis-től, egy 7,5 éves konkrét ajánlatot tett le elém, amiből végül is nem lett semmi, mert annó én aztán úgy döntöttem, hogy meghosszabbítom a szerződésemet Stuttgartba. De Anti bácsi nem csak az, aki mesélt, meg sztorizott, hanem tényleg volt mögötte valami. Ha sikerült a meccs vasárnap, akkor istenek voltunk, akkor vállon vitték, akkor mindenhol. De nem volt ember a városban, aki ne ismerte volna a Mistert, úgyhogy nagy tisztelet övezte, és hát abban nekünk is jutott dicsfény a lányommal. Amikor például nem ment a csapatnak, kikaptunk, akkor mi másnap sehova nem mehettünk, vagy vasárnap. Egy hétig eltűntünk a porondról, mintha nem is élnénk, mert ugye nem lehetett ez ő szerinte, akkor nem tudtunk kimenni. Kilépett az utcára, akkor férfivel kellett először találkoznia, mert a szerencsét hozott. Az Atlanta 96-ban volt, az most már 25 éve, de még több is már, ugye, hogy nem voltunk kint. Előtte én 72-ben Münchenben játékos voltam, azóta nem jutottunk ki, újabb 25 év. Azért 50 év alatt egyszer jutottunk ki. Ezt tartjuk. Igaz, nem értünk el eredményt, de már az is nagy dolog, hogy kint voltunk. Őszintén azt is meg kell mondanom, hogy hát amikor kineveztek engem, ugye gondolkoztam, hogy tulajdonképpen hogy is kéne a stábot összeállítani. Hát akkor ugye fogtam magamat, és rögtön a játékos tárgyat a Benneterrel beszéltem. Tehát nekem úgy gondoltam, hogy onnan kellenek, aki tud mondani tanácsot, és akinek el is hiszem, akivel együtt játszottam én is. Nagyon jó társaságot hoztam elő. Tulajdonképpen még a masszöröm is ezüstérmes volt a Tóth Kálmán. Tehát még őt is meghallgattam mindig, amikor voltak, beszélgettünk, hogy csináljuk, az ellenfelet elemeztük, megkérdeztem, mit gondoltok, mondjátok el a véleményet. Szerveztem már az edzőtábort egyébként Spanyolországban, ami egyébként abban az időben az nem volt ennyire egyértelmű, hogy kiviszi az egész olimpiai válogatottat. Abban az időszakban, amikor már vége a bajnokságnak, két hétre, egy olyan edzőtáborban az első héten még voltak edzőmeccsek, edzések, a második héten viszont lehetett vinni a barátnőket, a feleségeket, tehát egy olyan csapatépítőt csinált nekünk, és olyan hangulatot és olyan közeget teremtett meg ezáltal is, ami utána nyilván a pályán meglátszott az eredményekben is, hogy mindenki mindenkiért küzdött, és sikeresek is voltunk vele, hál' Istennek. Nagyon kommunikatív, egy nagyon jó kedélyű, és ezt át tudta adni a csapatnak. Azért akkor az volt szerintem nagyjából nagyon sok edzőnél a, úgymond a módi, hogy nagyon nagy szigor volt, nagyon oda kellett úgymond figyelni. Néha nagyon befeszült az egész társaság, ha lehet így mondani. Anti bácsi nagyon jól játszott ezzel, hogy nyilván az edzések, a mérkőzések az nagyon-nagyon komolyan kellett venni egyértelműleg a felkészülést, de hogy érezte, hogy mikor kell engedni ezen a gyeplőn, mikor lehet egy picit kiengedni, érezte azért fiatalok vagyunk, nagyon jó kis tábot alakított maga köré. Beneferi bácsi ott volt, Borbé Laci bácsi volt a kapusedző. Mindig eljátszották, hogy egy nagy asztaltársaság volt, mindig együtt voltak, akár a dokik, akár a masszőrök. Mi ott voltunk játékosként mellettük, és mindig eljátszották, hogyha láttak egy csinosabb felszolgáló lány például. Anti bácsi sokszor eljátszotta, hogy oda ment hozzá, így egy az egybe, és mondta neki, hogy figyelj, gyere már légy szíves vissza, és mondasz, hogy szevasz Antikám, a többieknek meg jó napot kívánok, hogy így érezzék a többiek, hogy egyébként mennyire öregek, ő viszont mennyire fiatal. Én azt éreztem, hogy nagyon szeret élni, és hogy az is fontos neki, hogy a foci melletti élete, akár a család, akár a barátok, hogy az is egy nagyon fontos kapocs lehet, hogyha valaki labdarúgó akar lenni, de hogy mellette, az edzések mellett, a kemény mérkőzések, edzőtáborok mellett élvezd azt, hogy fiatal vagy, élvezd azt, hogy tényleg azt csinálhatod, amit a legjobban szeretsz. Hát
Nagyon érdekes Anti bácsinak, hogy mit lehet kívánni, meg azt gondolom, hogy tényleg annyira teljes és boldog az élete, hála Istennek. Aktív, kondizik. Volt, amikor találkoztam vele. Tekboloztunk. Igazából van mellette Kati néni, tényleg egy olyan feleség, aki végigkísérte az egész életét, a családja, úgyhogy én azt kívánom, hogy ez még legalább 20 évig, legalább ez így legyen, és minél tovább egészségben, aktívan élje életét Anti bácsi tovább. Antival az iskolába találkoztunk először, eljött a tornaversenyemre, ott drukkolt, és megismerkedtünk. Együtt mentünk ki a buszállomásra, és ott már együtt jöttünk haza. Hát ez 16 éves koromban volt, utána, ami most már 58 éves házasság. Anti nagyszerű férj, csodálatos apa, adott egy csodálatos gyereket. Boldog vagyok, meg kell mondani őszintén, hogy soknak tűnik a 80-as, ugye, kicsit, mert ugye, hát sok társam, jó barátom, meg játékos társaim közül ugye fogyatkozunk, és ez kicsit szomorúvá teszi az embert, de próbálok úgy gondolkozni, hogy hát egyrészt mozgásban is vagyok mindig, hogy tartsam nem a formámat, hanem, hogy mert ugye mindig mondják, hogy minden korban azért megfelelően, ha nem is sokat, de azért kell mozogni. Tehát ilyen szempontból is benne vagyok. Hát, hogy mondjam, rendben van a dolog ide, így menjen még. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz, mit hoz a sors majd, mert már sok minden nem jöhet.